Gár volt a központ vendége, akinek nevéhez többek között a mesterek képzésével is foglalkozó Nemzetközi Búdó Akadémia megalapítása is kötődik. És ha már itt volt, természetesen egy edzést is tartott az érdeklődőknek. Budapesten születtem, 61-ben kivándoroltunk a szüleimmel, és 12 éves koromban kezdtem cselgáncsozni. 18 éves koromban kezdtem karatézni. Katonaság idő alatt ott kezdtem katonai önvédelmet is tanítani és oktatni, és azóta ez az élet. Azóta profi tanár vagyok harcművészetben. A sport meghatározás talán nem pontos, harcművészetről van szó, ami nem sport. Harcművészet arról szól, hogy akárki magához képest minden edzés után jobb lesz. Nem a mellette álló személyhez hasonlítva, vagy máshoz hasonlítva, hanem magához képest halad előre. És ez egy egész más hozzáállás, mint sportban. Sport az egy nagyon kedves, jó, értékes játék, de harcművészet az nem játék. Fantasztikus volt az edzés. Az izraeli nagymester jött ide, és nagyon örülünk, amikor edzhetünk vele, mert nagyon lényegre törőek, és a technikákat nagyon jól elmagyarázza az edzéseit. Másabb, mert az edzéseken először formai, tehát alaptechnikákat gyakorlunk, és annak az értelmezését, míg a magyarországi mesterünkkel inkább ilyen küzdelemhez közelibb gyakorlatokat. 1000 fajta harcművészet van, és még a stílusokon belül is nagyon-nagyon sok különböző ág van. Mindenfajta, minden korszakban ilyen és olyan szenszelyek a maguk meglátása szerint irányítottak egy utat. Én szememben a klasszikus művészetek között nincs rossz művészet, tehát nincs egy rossz stílus. Van ezek szemben képzetlen és buta szenszelyek. Tehát nem azt kell nézni stílusokban, én nem látok rossz stílust, én látok nem képzett, nem intelligens, nem komoly szakembereket. Összehasonlítani, hogy kinek a stílusa jobb, az nem intelligens, nem okos, és nem valaki, aki ért a harcművészethez. A harcművészetben nagyon-nagyon sok ág van, és nagyon sok irányzat van, és a változatosság arra biztathat mindenkit, hogy találja meg a maga kedvencét, ahol maga jól érzi magát, és jó kapcsolatot tud teremteni azzal a körzettel, azzal a szenszeijjel, akihez ő úgy érzi, hogy neki az jobban esik. És én csak azt akarom, hogy mindenki találja meg a legjobb helyet magának, és az nem a... Én vagyok a legszimpatikusabb, azzal nekem semmi bajom van, semmi bajom nincs, és... Jó szakembert kell találni. Nagyon jó volt. Legfőképpen az, ahogy dobálták egymást viszonylag, az volt a legesen jobb. Érdekes volt, egy különleges edzés volt, Kancsoroni Krüger volt most nálunk. Hirtelen megjelent, és tartott nekünk egy edzést. Egyébként ő az iskolánk vezetője, és mindig öröm, amikor ő itt van velünk, és tanított. Minden szenszének, illetve tanárnak van egy bizonyos stílusa, ami szerint ő edzéseket tart. Nála az a nagyon jó, hogy nagyon mélyen értelmezi a katák, illetve formagyakorlatoknak a mozdulatait, és a mögöttes tartalmat, és ezt próbálja átadni, és ezt elég sikeresen teszi. Nemzetközi Buda Akadémia 17 évvel ezelőtt alakult, nagyon csendben, nagyon kezdetben. Onnan ered a hozzáállás, hogy nagyon-nagyon sok tanár a világon a technikai kurzusokat tanítja, hogy kell csinálni a saját stílusát. Nagyon-nagyon kevés tanár a mai napig is nem tanít, hogy kell tanítani. Főleg Japánban, Távol-Keleten nincs semmi múltja annak, hogy valaki, aki magas fokú, azt is tanulja meg, hogy kell tanítani. És az nem lehet biztosra venni, hogy valaki jó szakember és jó tanár is legyen. Ez két különböző szakma, és ez az eredet a Buda Akadémiának. Buda Akadémia ez egy szakmai főiskola, ahol tanárokat képzik.